a vásárba, fussunk oda, hamarjába, vehetsz majd ott minden szépet, ha nincs pénzed, majd csak nézed. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm erdélyi testvérvárosunk polgármesterét, Tudor Stefani urat, illetve Adámosi Klárát, aki Torda város képviselője, magyar képviselője. Köszöntöm a megjelent képviselőrakat, jegyzőrat, intézményvezetőt. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a nyugalmazott óvodavezetőt, Tarjainé Klárikát, és is örömmel látom, hogy itt vagy köztünk. Aki sosem szakadhat el az óvodájától és a gyerekektől, úgyhogy egyúttal a idősek hónapján alkalmában is szeretettel köszöntelek itt a nyugdíjasok között. Aki azt mondja, hogy Kiskunfélegyházán nem történik semmi, annak csak itt a Mezősi Károly utcán végig kell menni, hiszen az elmúlt hónap elején 150 millióból megújult a Dankó Pista utcai bölcsőde, most pedig ugye 30 millióból megújult az utca elején a Dózsa utcai óvoda. És engedjék meg, hogy elmondjam, hogy az elmúlt pár esztendőben, inkább azt mondom az utóbbi kettőben, ugye megújult a Patán utcai óvoda, a Százszor szép óvoda, a Móra utcai óvoda is kapott egy új kazánt, most a Dózsa utcai óvoda, és pályázatot adtunk be már a Nagyszőlő úti óvoda, illetve a Bercsény utcai óvoda felújítására is. Kedves jelenlévő, kedves szülők, kedves vendégek, gyermekeink a jövő záloga. És ha belegondolunk, ez nem elcsépelt, sokat emlegetett frázis, hanem igen mély üzenetet hordoz. Ezért is tartottuk mindig fontosnak, hogy használjuk ki azokat a kínálkozó lehetőségeket, melyek bölcsödéink, óvodáink, iskoláink korszerűsítését, fejlesztését teszik lehetővé. Hogy használjuk ki azokat a pályázati forrásokat, melyekkel gyermekeink számára jól felszerelt, biztonságos helyszínt tudunk biztosítani napközbeni ellátásukhoz és nevelésükhöz. Ezért is örültem, amikor lehetőség nyílt arra, hogy a Délalföldi Operatív Program keretein belül meghirdetett szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúrális fejlesztése című pályázaton benyújtottuk ezt a pályázati anyagot, és Kiskunfélegyháza város önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült az óvoda felújítása alkalmából. Nézzük, mit is takar ez a pályázat. Kiskunfélegyháza város önkormányzata, tehát a belügyminisztérium rendelet szerint társult formában működtetett kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása foglaltakban közzétett felhívásra nyújtott be pályázatot. A Kiskunfélegyházi napközi otthonos óvoda Dózsa György utcai óvodájának fejlesztését, felújítását célzó pályázatát a belügyminisztérium, a támogatási szerződést pedig 2012. december 19-én írtuk alá, méghozzá fönt a belügyminisztériumban karácsony előtti utolsó pénteki nap volt, amikor fel kellett menni. Ezen tehát 29.994.000 forintot hagyott jóvá a belügyminisztérium Kiskunfélegyháza város önkormányzatának, és az önkormányzat 7,5 millió forint önerőt biztosított, és közel 2 millió forintot biztosítottak a szülők, illetve a szülői alapítvány, amelyet ezúton is nagy tisztelettel és szeretettel köszönünk önöknek. Ezt a támogatást a következő fejlesztési célokra használta fel az óvodánál az önkormányzat: a tetőszerkezet statikai megerősítésére, alacsony hatásfokú konvektoros fűtési módot korszerű kondenzációs kazánnal működő központi fűtésű, helyileg szabályozható fűtési rendszerre cserélték. Az elavult homlokzati nyílászárok egy részének cseréjére, másik részének figyelembe véve, hogy az épület helyi védettséget élvez, mivel az épület egyik szárnya 100 éves, így a nyílászárókat nem lehetett cserélni, csak felújítani. Helyi védelem alatt álló épületrész utólagos falszigetelésére is sor került, a padlás hőszigetelésére, a helyi védelem alatt álló épületrész utólagos homlokzati hőszigetelésére, valamint az épület akadálymentesítésére is.
2013. június 30-ával a fejlesztések megvalósultak, az óvoda megszépült, és szeptemberben az óvodások és az óvónénik már használatba vehették a megújult óvodát. Köszönettel tartozunk a szülőknek, a gyermekeknek, az óvoda minden dolgozójának, hogy türelemmel és megértéssel fogadták a felújítással együtt járó némi nehézséget, és köszönettel tartozunk mindazoknak, akik színvonalas munkájának köszönhetően a felújítás elkészült. Remélem, hogy a most átadásra kerülő felújított óvoda sok-sok kisgyermek számára jelent majd boldogságot és boldog óvodás éveket. És kedves szülők, még egyszer szeretném megköszönni a hozzájárulásokat, és ha már ennyi sok szép óvodánk megújult Kiskunfélegyházán, hát kérem segítsenek bennünket arra, teremtsenek sok-sok kis mosolygós Kiskunfélegyházi óvodást ezekbe az óvodákban. Ezennel ezt az óvodai beruházást átadom, gyönyörű napunk van ehhez az átadóhoz, örülök, hogy a gyerekeknek sem esernyőt kellett a fejük fölé tartani, hanem szépen ebben a kis ünnepi ruhában mai délután együtt ünnepelhetünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen! Darabok már! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!